Isten igéjét a János evangéliumából olvasom ma este, a 14. rész 27. versét és a 15. rész 11. versét. Mindkettőt Jézus Krisztus mondja. A János 14.27 így hangzik: békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. És a 15. és 11. verse: ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök teljessé legyen. Hetek óta azt vesszük számba, hogy mit kínál Isten azoknak, akik igazán hisznek benne. Így tettük föl a kérdést eredetileg, hogy mit kap a hívő az újjászületéssel. Ma este két újabb kincsről szeretnék beszélni, amit Jézus kifejezetten ígér az övéinek. Az ő békességét és az ő örömét. Békességet hagyok néktek, itt a végrendelkezőnek a kifejezése van, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Majd később: ezeket azért mondom, hogy az én örömöm megmaradjon bennetek, és a ti örömötök teljessé legyen. Mit jelent ez? Mit jelentett a békesség a bibliai időkben? Nem véletlen az, hogy akkor is és ma is azon a tájon így köszöntik egymást az emberek: békesség neked. Mit értettek ezen a békességen? Ez a kifejezés akkor egyrészt jelentette azt a biztonságot, amiben az embernek nem kellett rettegnie ellenséges támadástól. Másrészt pedig jelentette azt, hogy akinek békessége van, annak olyan barátai, olyan megbízható szövetségesei vannak, akikre minden körülmények között számíthat. Akkor értjük meg, hogy milyen sokat jelentett ez a kívánság, és ez nem üres forma volt csupán, hogy békességet kívántak már a találkozáskor egymásnak az emberek. Ha arra gondolunk, hogy annak a világnak a nomádjai rengeteg veszedelemnek voltak kiszolgáltatva. Bármelyik pillanatban, bárhonnan rájuk törhetett valamilyen ellenséges támadás. Ember, állat vagy elemi kár képében. És kimondhatatlan jelentősége volt annak, hogyha legalább időnként az ember olyan állapotba került, hogy ott nem kellett mindig jobbra-balra, előre-hátra figyelnie, hanem végre biztonságban, védettségben érezhette magát, ahol nem kellett tartania ellenséges támadástól. És kimondhatatlan jelentősége volt annak, ha voltak olyan barátai, a szomszédok, a környezetben, akiktől nem kellett tartania, sőt, akikhez bármikor, bármivel mehetett, akikre számíthatott, akiknek nem kellett magyarázni, azonnal értették, hogy most mi a baj, és nagy baj van, és áldozatot is vállalva a bajba jutott segítségére siettek. Ez sokszor magát az életet jelentette. Van is a békességnek, a salomnak ilyen jelentése, hogy olyan közeg, amiben élet lehetősége van az embernek. Egyszerű képpel szokták ezt szemléltetni, hogy a halnak a vízben van salomja, békessége, és nem a parton vagy a szatyorban, mert ott pusztulásra van ítélve. És az embernek is ott van békessége, ahol élni tud, mégpedig nem csak vegetálni, kínlódni, hanem kibontakozni, és egyre teljesebb életre jutni. És majd látni fogjuk, hogy mi ez az ember számára. Vagy most mindjárt jó, ha tisztázzuk, mert ezt a békességet, ezt az életletőséget, ezt a biztonságot, ezt a közeget veszítette el az ember, amikor elszakadt Istentől. Amikor függetlenítette magát tőle, akkor az élet forrásával szakadt meg
a kapcsolata. És abban a pillanatban megtelt az ember szíve, és megtelt a világ félelemmel. Az első ember már fél, miután elszakadt Istentől. És a mai napig meggyötöl minket az, hogy félünk a holnaptól, a betegségektől, a haláltól, esetleges háborútól, naponta félnek az emberek a kudarctól, félünk egymástól, mert nem megbízható barátot, bajtársat látunk egymásban, hanem ellenséget, vagy legalábbis vetélytársat, akitől sokszor tartanunk kell. Nem érzi magát biztonságban, bebiztosítva az ember. És a békesség híján arat a halál. Zairban naponta 3-4 ezer ember hal éhen és fegyverektől. Indonéziában hetek óta valóságos irtó hadjáratot folytatnak a mohamedánok, ami keresztjén testvéreink ellen. A magyar rendőrség állítása szerint percenként jut a rendőrség tudomására egy bűncselekmény. És ami nem jut a tudomására, az vajon mennyi lehet? Hányszorosa ennek? Azt mondják, 3,5 percenként történik olyan jelentősebb lopás, ami kiderül, amiről tudnak. Fél óránként van egy lakásbetörés, és így tovább, kár ezt a statisztikát folytatni. De folyik a háború a parlamentben, és folyik a gyerekszobában, és folyik a hálószobákban, folyik az alvilágban, és folyik sok embernek a szívében is. Nincs békességünk, mióta Istentől elszakadtunk. És ebbe a világba kiáltotta bele Jézus, és mondta a benne hívőknek, hogy az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom azt nektek, mint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szitek, se ne féljen. Mi a különbség a kétféle békesség között, amit a világ ad, és amit Jézus kínál és ad a benne hívőknek? Hadd próbáljam szemléltetni két történettel ezt. Egy fiatalasszony egyszer baleset miatt hirtelen elveszítette a férjét. Teljesen kiborult a nagy csapás miatt. Napokig ott kellett lennie mellette egy rokon orvosnak, a temetésre is csak beinjekciózva tudott eljönni. Hónapokig nyugtatókon élt, aztán, ahogy ő mondta, beletemetkezett a munkába, de amikor mégiscsak haza kellett mennie, rászakadt újra a veszteség, és nagyon nehezen viselte, és emiatt elég nehezen viselte őt is a környezete. Erényt csinált abból, hogy őt nem lehet megvigasztalni. Nem sokkal ezután egy ismerős, hívő asszony is ugyancsak baleset miatt elveszítette a férjét. Ott maradt 3 kicsi gyerekkel. Amikor meglátogattam, ő is tele volt keserűséggel. Ömlöttek belőle a miértek. Miért engedte meg az Isten? Miért ilyen korán? Miért éppen őt? És mi lesz most? És miért látja ezt jónak Isten? Kinek jó ez, ha ő mindig csak jót tesz? Türelmesen végighallgattam a keserűségét, nem mondtam rá semmit. Aztán egyszer csak miközben panaszkodott és kesergett, eszébe jutott egy ige. Valahol megvan írva, mondta, hogy életem ideje kezedben van. Ki is mondta ezt Istennek? Mondtam, hogy Dávid. Akkor ez azt jelenti, hogy a férjem életének az ideje is az ő kezében volt? Tehát akkor ő pontosan tud most arról, ami történt? Ő azt is tudja, hogy nekem most milyen nehéz? Aztán eszébe jutott egy másik ige, és idézte. Erre az esetre is érvényes az, hogy aznak, akik Isten szeretik, minden a javukat munkálja? És meg tudja maga mondani, hogy ez hogyan és kinek a javát munkálja? Az előbbi kérdésére igennel válaszoltam, hogy erre az esetre is érvényes, az utóbbia azt, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy ez kinek a javát munkálja és hogyan, de abban bizonyos vagyok, hogy ez az ige most és itt is érvényes. És amikor elkezdtünk imádkozni, megdöbbentő volt számomra az, ahogy alakult és változott a hangja. Eféléket mondott az imádságában, Uram, visszaadom neked a férjemet.
Köszönöm az együtt töltött éveket. És köszönöm, hogy te most is ugyanaz vagy, aki korábban voltál. És én bízom benned, és még jobban akarok kapaszkodni beléd. Nem éltem az egészet, és nem tudom, hogy miért tetted ezt, és itt sírásba fulladt az imádság, és nem is mondott ámment a végére. De amikor elbúcsúztunk az előszobában, azt mondta, tudja, olyan furcsa, különös békesség van a szívemben. Nem baj ez? Nem kell ezt szégyelni? Nem kell szégyelni, ha valaki nem hisztériázik, hanem ilyen rettenetes csapás kellős közepén is különös békesség van a szívében. És nem kell megbotránkoznia sem a lelkésznek, sem másnak, hogyha ő, aki hívő embernek vallja magát, mégis ilyen miérteket is kimond. De ezeket Istennek mondta ki. És miközben mondta, már hallotta a választ. És mivel Isten igéje élt a szívében, megszólaltak az igék. Elmondja az Jézus, hogy a Szentlélek eszetekbe juttatja azt, amit én tanítottam nektek. És ez az ige elkezdi vígasztalni, és az igén keresztül maga Isten lelke. És miközben úgy sír, hogy ámen se tud mondani, mégis békesség van a szívében. Ez a mégis az, ami Jézustól való. Mi a különbség aközt, amit a világ ad, és amit Jézus ad az övéinek? Az, hogy a világ nyugtatókat ad, Jézus pedig békességet. És eközt pontosan az a különbség, amit így szoktunk szemléltetni, hogy ég és föld. A világ szólamokat mond, más is kibírta ezt már, drágám, az idő majd begyógyítja, ne gondolj rá, hogy lehet ilyet mondani. Pontosan abban kellene segíteni, hogy miközben állandóan rá gondol, hogy tudja ezt elviselni, vagy feldolgozni. Szóval a világ szólamokat mond a legtöbbször, Isten szent lelke pedig igét juttat az eszünkbe. Helyén mondott igét, amiből erő árad, ami ül, ami válasz a kérdésre, miközben sok kérdés továbbra is nyitva marad, hogy nem értem, kinek jó ez, stb. Mondjam csak Istennek, majd később megszólal egy másik ige. És hogyha sok mindent nem értek, akkor is békesség lesz a szívemben. Mert a világ valamit tud kínálni és adni. Jézus Krisztus pedig önmagát adja nekünk. Nem véletlenül mondja Pál, írja Pál ezt, hogy ő a mi békességünk. Az a békesség, amit ő kínál, az tulajdonképpen egy személy. Így hívják Jézus. Önmagát kínálja. És akinek vele egészen személyes közössége van, annak lesz békessége, a háborgások, veszteségek, megaláztatások, csalódások, stb. Közepette is. Itt a következő fejezetben fejti ki részletesen, hogy én ti bennetek, ti pedig én bennem. Ez az az elrejtettség, amiben az ezer veszélynek kitett ember biztonságban érezheti magát. Mégis biztonságban érezheti magát. És ez az a meghitt barátság, az a megbízható szövetség, amire a régi salom, meg az új szövetségi eljeléné a békesség utal. Hogy nem ellenségekről vagyok körülvéve, vagy ha ellenségeim is vannak, van egy belső gyűrű. És ez az élő Krisztussal való szövetségem. És ez védelmet jelent a számomra. És a bántás így is fáj, és baj az ilyen embert is éri, és amikor fáj neki valami, ő is sír, de másként fáj, másként hordozza, és másként sír. Nem vígasztalhatatlanul, és nem vígasztalanul, hanem megvígasztalt szívvel. Mert, és ez nagyon érdekes igazság a Bibliában, Jézus nekünk nem akkor adja ezt a békességet, amikor éppen hirtelen nagy szükség van rá, hanem jóval előbb. És amikor éppen nagy szükség van rá, akkor csak oda nyúlok, ahol ez a békesség van, bocsánat, ha ilyen egyszerűen, de szemléletesen fejezem ki, akkor azt a fiókot húzom ki, amelyikre békesség van ráírva, és tele van. És van honnan merítenem békességet. Nem akkor kell kapkodni,
tessék adni nekem egy kis békességet. Ő nem egy kis békességet ad. Ő az ő békességével megtölt egészen. Aztán lehet, hogy vannak nyugodtabb napok vagy időszakok, amikor nincs különösebb szüksége rá, de akkor is ott van bennem. És amikor szüksége rá, van rá, azonnal oda nyúlhatok. Mikor adja Jézus az ő békességét? Amikor valaki befogadja őt. Hát ha ő a mi békességünk. Akkor telítődöm békességgel, amikor Jézussal szövetséget kötök. Amikor egy ember visszatalál Istenhez, kapja az ő békességét. A szó nagyon gazdag, sokszínű és tágas értelmében. Ezért nincs igazi békesség ő nélküle. Ézsaiás nagyon keményen írja, hogy nincs békesség a hitetleneknek. A tékozló fiúnak akkor lett békessége, amikor hazament, kimondta, hogy atyám, vétkeztem, nem vagyok méltó, hogy visszafogadj, de ha lehet, szeretnék itthon maradni. Az apja meg azt mondta, hogy ez az én fiam. Itt lett békessége. Miért? Mert olyan közegbe került, ahol élhetett, ott a disznóknál csak vegetált, és az éhhalász élére jutott. Itthon élhetett, kibontakozhatott, egyre gazdagabb életre juthatott, és volt egy olyan személyes kapcsolata, meghitt szövetsége, amelyik biztonságot jelentett neki. És mint ahogy láttuk ezt az őszi héten, Jézus ezzel az Isten és a mi kapcsolatunkat akarja szemléltetni. Akinek ilyen személyes, valóságos közössége van az élő Istennel, annak van békessége. És az evangélium, az örömhír pontosan az, hogy Isten Jézus Krisztus kereszthalálakor megbékélt velünk, béküljünk hát meg mi is vele. Pál apostol valósággal kérleli a korintusiakat erre. És Isten ma este általam kérlel titeket, hadd idézzem az apostol szavait. Mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa. Nem kell félni Istentől, nem ellenség, nem ítélő bíró. Végrehajtotta az ítéletet az ő egyszülött fiának Golgotán. Szerető atya, aki kegyelmet kínál, ne féljetek hát tőle, és ne tartsátok magatokat távol tőle. Gyertek az atyához, és akkor békességetek lesz. Ez nem magától történik. Isten azt várja, hogy bennünk tudatos döntés szülessen. Hogy mi ő benne keressünk és találjunk szövetségest. Hogy szövetséget kössünk vele. Ő kínálja az ő szövetségét. Hinni azt jelenti, hogy én meg örömmel elfogadom a szövetségét. És attól kezdve, mint az ő szövetséges társa élek. Számítok rá, és ő is számíthat rám. És akkor békessége van az embernek. Ez a békesség, testvérek, olyan tőke, aminek a kamataiból bőven megél az ember a leginségesebb időkben is. Olyan forrás, ami soha nem apad ki, a legaszályosabb időszakban sem, amiből mindig újra meríthet az ember. Ezért is javasoltam, hogy énekeljük a 294. éneket, mert az egyebek közt erről is lelkendezik, hogy Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül, lelkem a viharból, bűnből, minden bajból, tehát az ilyen embert is éri mindez a baj, hozzád menekül, de van kihez menekülnie, és ott békességet talál. Jézus tehát azt mondja, hogy az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, mint a világ, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Hadd kérdezzem meg, hogy mennyire vagyunk mi igényesek lelkileg. Beérjük a nyugtatóval, vagy kell nekünk a békesség? Beérjük valamivel, vagy akármivel, vagy pedig kell nekünk Jézus, akivel örök szövetséget köthetünk, és ő lesz a mi békességünk. Innen úgy mehet haza bárki, akinek eddig nem volt vele ilyen közössége, hogy ebbe a szövetségbe bekerül, és békessége lesz. Akár ma este behívhatja őt valaki az életébe. A másik ajándék, amiről ma szó van, az öröm.
Nyilván mind a kettőről csak nagyon vázlatosan lehet elmondani azt a gazdag üzenetet, amit a Szentírás tanít. Nem kezdem sorolni, hogy kivétel nélkül mindenki vágyik az örömre. A gyerekek is, a felnőttek is, az öregek is. És a világ ráállt arra, hogy gyártja a mű örömöket, ami hasonlít valamelyest hozzá, nagy árat ki lehet rá írni, és mivel mindenki vágyik rá, sokan eszméletlen árat fizetnek ilyen mű örömökért. Amik pontosan olyanok, mint az időszakos folyók. Néhány hétig hömpölyög bennük a víz, vagy folydogál valami víz, aztán hónapokig semmi, száraz, nem is gondolja szóval az ember, hogy az ott folyó meder. Ezért mondja Jézus itt is, hogy az én örömömet adom nektek, hogy az én örömöm megmaradjon bennetek, és így a ti örömötök teljessé legyen. Az én örömöm, ami megmarad mindig, sőt, ami teljessé lesz, egyre jobban kiteljesedik. Mi a forrása ennek az örömnek? A görög újszövetségben, az újszövetség eredeti nyelvén az öröm szót így olvassuk, hogy kara. És a hozzá legközelebbi rokon szó a charis. Az meg azt jelenti, hogy kegyelem. Isten kegyelme. A karának a forrása a charis. Az az öröm, amit Jézus kínál a hívőnek, az abból a forrásból táplálkozik, amit így mondunk, hogy Isten kegyelme. Amikor egy ember a szíve mélyéig, egész egzisztenciáját áthatóan átéli azt, hogy Isten szeret engem, pedig én nem érdemlem meg. Isten nagyon sok ajándékot adott és kínál nekem, pedig semmi jót nem érdemlek tőle. Isten az ő gyermekévé fogadott engem. Jézus minden bűnöm ítéletét elszenvedte. Én bocsánatot kaptam Istentől. Számon tart engem. Fontos vagyok neki. Terve van vele. Velem. Vele járhatok egész életemben. Helyet készített nekem a mennyben. Ez önmagában elég ahhoz, hogy minden körülmények között öröme legyen az embernek. És ezt az örömöt nem kell megjátszani, nem kell megvásárolni, nem kell csinálni. Ennek forrása van, és buzog, bugyog a forrás, kiapadhatatlanul. Isten végtelenül kegyelmes, és élhetek ebből a kegyelemből. Ha semmi más nem történne az ilyen emberrel, ez elég arra, hogy egész életén át ott legyen a szívében az a csöndes, megbízható öröm, amit valami módon mások is megéreznek. De ezen kívül is történik vele valami. Szakadatlanul, naponta történnek olyan események, amikben megtalálhatja az örömét. Mert Isten válaszol az imádságára, mert szól hozzá az igében, mert viheti Jézus Krisztust másokhoz, és oda vezethet másokat Jézushoz, és mindez kimondhatatlan örömforrása. Miközben esetleg a betegség, anyagi gondok, munkahelyi problémák ugyanúgy megnehezítik az életét, mint bárki másnak. Csak van az örömének egy olyan forrása, ami nem dugul be soha. És ez megmarad és kiteljesedik. Annyira kiteljesedik, hogy így olvassuk, örök öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol pontosan akkor ír erről az öröméről, amikor a korintusiak támadásaira válaszolva kénytelen felsorolni a szenvedéseit. Legalábbis a temérdek szenvedése listájának egy részét leírja a második korintusi levélben. Hadd olvasak ebből néhány mondatot, és utána a befejezőt, amit az örömről ír. Azt írja itt Korintusba, úgy ajánljuk magunkat, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, megverettetésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virasztásban, éhezésben. De tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, képmutatás nélküli szeretetben. Úgy, mint akik rossz hírben és jó hírben is állnak, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők,
mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. És itt jön a befejező mondat. Tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére, csordultig vagyok örömmel. Ellenére, csordultig. Az előbb azt olvastuk, hogy mégis, most azt mondja, hogy mindezek ellenére, csordultig vagyok örömmel. Ami azt jelenti, hogy annyira tele, hogy még más is jut belőle. Kicsordul. Mert az örömének a forrása a Krisztusban megtalált kegyelem. Ezt nem ismeri a világ. Ezért próbál csinálni örömöket, szándékosan mondom ezt a csúnya szót, ezért adja és veszi az örömöket, próbál fenntartani, üzemeltetni örömházakat és egyebeket, ezért mutatják sokan, mintha örülnének, az újjászületett hívő pedig él ebben az örömben. Örömének forrása a megkapott kegyelem, örömének forrása Jézus, akivel egészen személyes közössége van. Különös, hogy amikor az Úr Jézus emberi testben megjelent ezen a földön, az első bejelentések közé tartozott ennek a kettőnek az ígérete. Ne féljetek, mondták az angyalok, nagy örömöt hirdetek nektek. Dicsőség a magasságban mennyekben, Istennek és a földön békesség. Nagy öröm és békesség az, amit Jézus erre a földre hozott. Ezek után jogos a személyes kérdés, van-e neked ilyen békességed és ilyen örömöd? Ez nem lesz magától. Ha ez mind a kettő azonos Jézussal, vagy legalábbis az ő személyéhez kötött, akkor megint csak odaérkezünk, hogy ő vele kell szövetséget kötni. Ő pedig az ajtó előtt áll és vár. Zörget ma este is, hogy aki meghallja az ő szavát és kinyitja az ajtót, neki adja önmagát, és vele együtt ezt a békességet és ezt az örömöt. És akkor mi is olyanok leszünk, mint bánkódók, noha mégis örvendezők. És elmondhatjuk minden nagy képűség nélkül, hogy tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságom ellenére, csordultig vagyok örömmel. Hadd olvassam föl befejezésül Reményik Sándornak egy eléggé ismert versét, amelyikben nagyon szemléletesen és biblikusan fogalmazza meg, hogy mit jelent ez a fajta békesség, amelyik a viharok között is megmarad. Amikor lehet, hogy az embernek éppen nyugalma nincs, de békessége mégis van. Mi a különbség a kettő között? Nincs nyugalom, a szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozik a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány, ragad. Te sugarasz szét békességedet, és szóval, készfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák, ágainkon mégis vadgalambúg és békesség terem. Békesség
köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől. És nyilván nem véletlen, hogy ez a szó békesség a versben mindvégig nagy kezdőbetűvel áll. Arra a személyre utal, aki ma este nekünk ígéri, az én békességemet adom néktek, és az én örömömet, hogy a ti örömötök teljes legyen. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te mindig azt kínálod nekünk, amire a legnagyobb szükségünk van. És köszönjük, hogy nem csak beszélsz róla, hanem adod is mindazoknak, akik tőled hittel elfogadják. Még ehhez is a te segítségedet kérjük, hogy tudjunk hinni. Olyan sokszor háborgunk, keselgünk, Urunk, amiatt, hogy nincs igazi békességünk, hogy nincs igazi örömünk, és el tudjuk sorolni, hogy miért nincs is okunk arra, hogy békességünk és örömünk legyen, csak éppen arra nem gondolunk, hogy te az ajtó előtt állsz, és te hozod nekünk az igazi békességet és az igazi örömöt. Szeretnénk ma este ajtót nyitni előtted, sarkig, teljes bizalommal, és hittel elfogadni tőled mindazt, amit nem érdemlünk meg, de amire olyan nagy szükségünk van. Mindazt, aminek az árát te fizetted meg, és nekünk ezért ajándékképpen adod. Légy áldott érte. Adj nekünk gazdag életet. Olyat, ami már itt is mindenféle nehézség között megmarad, és ami kiteljesedik és teljessé válik majd oda át. Segíts most ebben a csendben odaállni eléd, és engedni, hogy megajándékozz. Amen. Imádkozzatok, mi atyánk,